már rám unnak, de miután a műsorban benne vagyunk, így tovább megyek kiméletlenül. Nos, egy kiskunhalasi pásztormulatódalt adnék elő. Hallgassák olyan tisztelettel, ahogy én készültem, és próbálom ezt jól megcsinálni. Ez a történet lejátszódhatott volna Tiszalökön, Tiszavasváriba, Polgáron, Csegén, akárhol, Hortobágyon, ahogy ezt majd a dal mutatni fogja. Kérem, hallgassák szeretettel. Minden bekezdés elején lesz a hely, ez olyan, mint a szövegszerkesztésben az enter. Hely! Előről kezdem el, hogy mögétsük azt, mivel, hogy kecelem országos vásárban. Hely! Két forint 20 karajcár volt a lajmi zsebben, mikor a hűlgéket behajtottuk kecelben. Hely! Szörnyen szép jószág volt, de a szem se képpel. Maradott is a búzsa sómó érte. Hely! Ne lármázzon kell, mert oda szólok neki. Tán meghippant kennek az esze kereki. Hely! De ő egy szó se szól, tegye ki a fene, hanem oda vágott a fejem tetejével. Hely! Azt tudtam, teréfál, de eszibe sem volt. Hát én is elővettem a görcsös megfagunkot. Hely! Ahogy odavágtam, akkor néztem nagyot, mivel a szegény sóból nem tört össze rogyot. Hely! 9 rúgdostok, még se terült eszme. Úgy kellett a sóból betolni kezelre. Hely! Azt kér, mi a doktor, hogy mi a fene lelne. Hogy a szegény sógornak kilógott a nyelve. Hely! Nyolc napulva mögtem a sógót mögnézni, mivel hogy akkor kezdett csak néha eszletélni. Hely! Annyira berúgtam, hogy nem tudtam hazamenni, mivel hogy az Isten adta jó, ángyom asszony azt mondta, hogy inni kell, csak inni. Hely! Hát ígyunk! Kedves egészségükre, majd jobb lesz! Jobb lesz! Egy serlegény ki a lányhoz el nem jár, lám én csak egy szép menyecskéhöz járok. Sej, haj, megesik néha néha nyár. A 100 rózsafát kivágni. Sejhaj, mint egy tőled édes rózsánál. Könnyebb volna azt a 100 rózsafát kivágni.